17 igen szavazattal nagy többséggel fogadta el a város képviselő testülete Székesfehérvár 2024-es évi költségvetését. Több mint 90 milliárd forint sorsáról döntött a közgyűlés, egy korrekt vitát követően összegezte Cserpalkovics András, aki kérdésünkre elmondta, hogy stabil, óvatosan optimista az idei büdzsé. A városi élet legtöbb területén lehetett előrébb lépni, továbbra is adósságok nélkül jelentős tartalékokkal számolnak. Ez egy stabil, biztonságos működést és komoly fejlesztéseket, illetve bérfejlesztést tartalmazó költségvetés. Továbbra is adósság és hitel nélkül, ez azt jelenti, hogy 0 forint Székesfehérvár adósságállománya, nem kell fölvennünk az idei esztendőben sem éven belül és éven túli hitelt sem működésre, sem fejlesztésre. Kellő mennyiségű pénzügyi forrás áll rendelkezésre, egy stabil és normál időszakhoz viszonyított működést biztosító intézményi költségvetési részhez. 9 milliárdos tartalékot tartalmaz a költségvetés, amiből 3 milliárd forint az teljesen szabad pénzügyi forrás, amit bármire fordíthat az önkormányzat. A béremelés kapcsán a polgármester elmondta, hogy 1 milliárdos összértékről van szó, ennek egy részét a magyar állam finanszírozta, ebben volt olyan rész is, ami Európai Uniós forrás tartalmazott. Ezt jelentősen kiegészítette az önkormányzat kafetéria juttatásokkal plusz bérrel kapcsolatos pótlékok megállapításával. Valamennyivel több mint 90 milliárd forint ez a főszám. Ez tavaly 104 milliárd forint volt, ennek alapvetően mindig az azok, amit akkor mindig elmondtuk, hogy a nagy fejlesztések azok nagyon meg tudják emelni a főösszeget, miközben a egy adott projekthez kapcsolódnak, és amikor azok kifutnak, mert megvalósulnak, például multicsarnok, iskolafelújítások, akár állami, akár saját forrás, akár Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések, akkor nyilván azok már még egyszer nem jelennek meg a költségvetésbe. Az ellenzéki frakció 9 javaslatot fogalmazott meg, ebben szerepelt, hogy egy gépkocsira ingyenes parkolási bérlet járjon a 65 év felettieknek, szorgalmazzák az idősek ingyenes tüdőgyulladás elleni oltását, valamint a 6 év alatti gyerekek agyhártyagyulladás, rotavírus, agybelőgyulladás elleni védőoltásának ingyenes biztosítását. A civil támogatás kapcsán azt emelték ki, hogy kötelező elem legyen a beszámoló, a nemleges adóigazolás. Szeretnék, ha ünnepekkor ingyenes lenne a buszközlekedés a fehérváriaknak. Szorgalmazzák azt is, hogy a képviselői polgármesteri, alpolgármesteri vagyonnyilatkozatok látható helyen legyenek közzétéve a város honlapján, a közgyűlés felvételének elérhetősége mellett. A jó tanulók támogatását szorgalmazzák, valamint az óda pedagógusi ösztöndíj bevezetését, bizonyos esetekben pedig szeretnék, hogyha a Hímerház kedvezményesen lenne bérbeadva. A költségvetést nem fogadta el az ellenzék. Az ellenzéki frakció nemmel szavazott, ennek több oka is volt, hiszen vannak a költségvetésben olyan tételek, amikkel egyáltalán nem értünk egyet, azzal sem, hogy az állam szolidaritási hozzájárulás címszó alatt több mint 8 milliárd forintot vesz el a várostól. Ez azt jelenti, hogy fejenként nagyjából 100 ezer forintot fizetünk a kormány irányába. Ezzel mi teljesen nem értünk egyet. Molnár Tamás, a Fidesz frakció vezetője, a stabilitás és a fejlődést biztosító átgondolt költségvetés jelentőségéről beszélt. Nagyon stabil, mértékadó és felelősségvállaló költségvetést alkottunk meg ma, amiben rengeteg olyan fejlesztés, szolgáltatás van, amit már hosszú-hosszú évek óta az önkormányzat biztosít a székesfehérváriak számára, és mindamellett a fejlődést és az innovációt is segíti, hiszen bölcsödék, iskolák, óvodák újulnak meg, utak, járdák fejlesztése kerül a költségvetés által majd megvalósításra. A testület döntött a helyi járatos buszhálózat bővítéséről. Elhangzott, hogy az elmúlt időszak tapasztalatait figyelembe véve nem egyszerre, hanem ütemezetten, bizonyos időszakonként néhány járatot érintve lépnek majd életbe a hálózatot és a menetrendet is érintő változások. Összességében ezzel együtt mintegy 3 milliárd forintot fordít a város a közösségi közlekedésre.